Tisztelt államtitkár úr! Az Európai Unió 2014. szeptember 26-án... Smuk Erzsébet képviselőasszonyt illeti a szó, parancsoljon képviselő. Tisztelt államtitkár úr! Az Európai Unió 2014. szeptember 26-án bejelentette az átfogó gazdasági és kereskedelmi egyezmény CETA megkötését Kanadával. Ebben a nagy horderejű szabadkereskedelmi egyezményben, hasonlóan a készülő USA-EU szabadkereskedelmi egyezményhez, megtaláljuk a befektető állam vitarendezési mechanizmusát. Szabályokat hoznak, amelyek a profitjukat veszélyeztetik. A Kanada és az EU között bejelentett szabadkereskedelmi egyezmény az unió gazdagabb országainak is kockázatot jelent, de tragikus következményekkel járhat Magyarország számára. A szabadkereskedelmi egyezmények jellemzően az erős gazdaságoknak kedveznek, míg a gyengébb országokban munkahelyek szűnnek meg, a helyben termelt hasznot külföldre viszik. Veszélybe kerülhetnek a magyar vállalatok és gazdák piacai, meggyengülhetnek az emberek egészségét, a természetet védő jogszabályok. Hogy csak egyetlen példát említsek, ha a CETA hatályba lép, kanadai befektetők rákényszeríthetnék a román kormányra a cianidos technológiájú verespataki aranybánya engedélyezését. Azt már tudjuk, hogy az USA-EU szabadkereskedelmi egyezmény zárt ajtók mögött titkosan készítik elő, de sajnos hasonlóan jártak el a szeptemberben bejelentett Kanada-EU szabadkereskedelmi egyezménnyel is. Tisztelt államtitkár úr, hogyan fordult ott elő, hogy önök részt vettek a CETA előkészítésében, de a magyar parlamenttel, a magyar emberekkel semmilyen információt nem osztottak meg az egyezmény részleteiről? Kérem, nyilatkozzon, kész-e a magyar kormány arra, hogy elutasítsa a CETA ratifikálását? Köszönöm szépen, jegyzőasszony. A választ magyar Levente államtitkár úr fogja megadni. Parancsoljon, államtitkár úr! Tisztelt elnök úr, tisztelt ház, tisztelt képviselőasszony! Örvendetesnek tartjuk azt, ahogyan az LMP örködik a magyar külkereskedelmi, külgazdasági érdekek védelme felett. Azonban szeretném megnyugtatni képviselőasszonyt és az LMP képviselőcsoportját, hogy a kormány, ahogyan azt az elmúlt hetek diplomáciai eseményei is mutatták, kérlelhetetlen és kompromisszummentes következetességgel képviseli ezeket az érdekeket, akár diplomáciai konfliktusok felvállalása árán is. Tisztelt képviselőasszony, az elmúlt hetekben intenzív vitát folytattunk a szabadkereskedelmi megállapodásokról, és számos alkalommal tényekkel támasztottuk alá azon álláspontunkat, hogy a magyar embereknek, a magyar vállalkozóknak, a magyar gazdaságnak a legkisebb, a legkevesebb félnivalója sincsen a megkötött, vagy éppen megkötés tárgyalás alatt álló szabadkereskedelmi megállapodásoktól. Ennek pedig három fő oka van a számokon túl, méghozzá, hogy Magyarországnak egy olyan kormánya van, amelyik akár a ratifikáció fázisában is hajlandó megállítani ezeket a szabadkereskedelmi megállapodásokat, hogyha azok nincsenek tökéletes összhangban a magyar vállalkozások, a magyar gazdaság, a magyar társadalom érdekeivel. Másodszorban, tisztelt képviselőasszony, szeretném felhívni arra a figyelmét, hogy Magyarország intenzíven részt vett, illetve részt vesz ezeknek a szabadkereskedelmi tárgyalásoknak az előkészítésében, és már az előkészítés fázisában tud arról gondoskodni, hogy a magyar érdekek kompromisszummentesen megjelenjenek ezekben a megállapodásokban. Képviselőasszony, ami a konkrét ügyet illeti, szeretném arról tájékoztatni, hogy tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 207. cikkére a kereskedelempolitika keretében sorra kerülő tárgyalásokhoz az Európai Bizottság a tanácstól kap felhatalmazást és iránymutatást a tárgyalások során képviselendő álláspontra. Ilyen módon Magyarország már ebben a fázisban is ki tudja nyilvánítani álláspontját. A bizottság kötelessége rendszeresen beszámolni a tárgyalások előrehaladásáról. Emellett a bizottság rendszeresen aktuális információkat helyez el a weblapján az összes EU és harmadik ország közötti szabadkereskedelmi megállapodásról, többek között a CETA-ról és a TTIP-ről, amiről ugye a jövő héten egy egész napos vita keretében tudunk véleményt cserélni. A hivatkozott cikk szerinti eljárás érvényes az összes EU által kitárgyalt megállapodásra, így a CETA-ra és a TTIP-re is. Mint ahogyan azt a CETA-hoz kapcsolódó korábbi írásbeli kérdésére adott válaszomban, ahogyan arról tájékoztattam önt, az EU és Kanada között létrehozott átfogó gazdasági és kereskedelmi megállapodás szövegtervezete
még a tárgyalások lezárásának bejelentésekor, vagyis 2014. szeptember 26-án megtartott EU-kanadai csúcs találkozó alkalmával elérhetővé vált a bizottság honlapján. Tekintettel arra, hogy a megállapodás közel 1500 oldalas teljes szövege elérhető, nem állítható, hogy semmilyen információ nem áll rendelkezésre a megállapodás részleteiről. Hozzátenném, hogy a CETA tárgyalások még 2009. májusában kezdődtek meg, amelyről a bizottság rendszeresen különböző fórumokon, többek között az LP-ben is beszámolt, valamint a weblapon is közzétett különböző tájékoztatókat. Tisztelt képviselőasszony, a kormány meggyőződése, hogy a magyar gazdaság van olyan erős, van olyan állapotban, van olyan felkészültségi fokon, hogy megállja a versenyt a világ akár legigényesebb, legnagyobb versenytámasztó piacain is. Ebben mi szilárdan hiszünk, és ezt a számok is alátámasztják. Szeretném végül kifejezni egyetértésemet önnel, tisztelt képviselőasszony, hogy az előterjesztendő megállapodás részleteit megismerve és azokat mérlegelve, a magyar parlamentnek valóban felelősségteljesen kell majd döntenie a CETA ratifikációját, illetően a magyar kormány, ahogyan jeleztem, kész akár a ratifikáció blokkolására, amennyiben az egyezmény nem esik egybe tökéletesen a magyar érdekekkel. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, államtitkár úr! Kérdezem képviselő asszonyt, elfogadja-e a államtitkári választ? Köszönöm szépen, nem fogadom el államtitkár úr válaszát. Először is azt szeretném mondani, hogy óriási önbizalom kell ahhoz, hogy azt mondjuk, hogy a magyar gazdaság a nagy nemzetközi szabadkereskedelmi versenyben megállja a helyét és győztesen fog kikerülni. A másik, amit szeretnék hangsúlyozni, az LMP nem a magyar kormány külgazdasági érdekein kíván őrködni, hanem a magyar emberek érdekeit tartja szem elől. Ön azt mondta, hogy intenzíven részt vettek az előkészítésben, de akkor fölöttébb érdekes, hogy ugyanúgy titkolóztak, mint ahogy az Európai Bizottság. Óriási nemzetközi kampánynak kellett kibontakozni ahhoz, hogy az USA és az EU között készülő szabadkereskedelmi egyezményről valamit megtudjanak az emberek. Nem tudom elfogadni a választ, és nem értünk azzal egyet, ahogy titokban az emberek feje fölött kívánják ezeket az egyezményeket elfogadni. Köszönöm szépen, képviselő jegyzőasszony. Mint hallhattuk, nem fogadta el a választ. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, elfogadja-e az államtitkári választ. Kérem, szavazzanak. Kimondom a határozatot, az országgyűlés az államtitkári választ. 106 igen, 25 nem és 1 tartózkodó szavazattal elfogadta.